Székesfehérvár 2012. évi költségvetési koncepciójának összeállítása a magyarországi gazdasági folyamatok helyi hatásainak és az önkormányzat stratégiai céljainak, programjainak és saját bevételi forrásainak figyelembevételével történt, mondta a közgyűlésen a város polgármestere. Székesfehérvár jövő évi költségvetési koncepciójában a prioritások között egyebek mellett az önkormányzati gazdálkodás stabilitásának fenntartása, az intézményrendszer biztonságos működtetése, valamint a fejlesztési feladatok folytatása szerepel. Szeretnénk minden olyan lehetőséget megragadni, ahol a város helyzetét, önállóságát erősíteni tudjuk. Így tettünk, amikor a Deponia Kft. Megvásárlásáról döntöttünk, így tettünk, amikor a Székom Zrt. Megvásárlásáról döntöttünk, és örömmel jelenthetjük ma be, hogy most már nem csak a Deponia 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég, hanem a Székom Zrt. Is 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég. Azaz a hulladék gazdálkodás és kezelés, mint közszolgáltatás, az most teljes egészében újra a Székesfehérvár önkormányzatának tulajdonában és cégeink által üzemeltetésében van. A régóta húzódó székesfehérvári reptér ügye is szerepelt a novemberi közgyűlés napirendi pontjai között. A képviselők nem fogadták el a beruházó által javasolt szerződésmódosítást. Itt a megvalósítására egy határidő hosszabbítást javasolt. Mi azt a szerződés tervezetet, amit a befektető a város számára juttatott, ról egyértelműen a közgyűlés azt a döntést hozta, hogy nem fogadja el ebben a formában. További tárgyalásokat tartunk szükségesnek, és szeretnénk egyértelmű ütemtervet és megvalósítási tervet abban a tekintetben, hogy pontosan mikor és milyen repülőtér megvalósítására tud garanciát vállalni a befektető. Új funkcióval várja a jövőben a felsővárosiakat a Királykút emlékház. A földszinten a tervek szerint közösségi tér kerül kialakításra, amely helyet ad a felsővárosi programoknak, kiállításoknak, klubfoglalkozásoknak, az emeleten pedig képviselői iroda, valamint rendőrségi körzeti megbízotti iroda működik majd.